Többen vágtak bele ebben a székesfehérvári konditeremben is az edzésbe az új év beköszöntével, hogy elérjék a vágyott alakot. A terem egyik pultosa beszámolt arról, hogy valóban megnő a sportolni vágyok száma ilyenkor. Ez az újévi fogadalom, ez a többségnél olyan, hogy egy negyed év. Szegénykéim azt gondolják, negyed év alatt meg lehet itt teljesen változni. Nem. Itt ahhoz évek kellenek. A szakember azt mondja, a hangsúly a kitartáson, rendszerességen és szabályosságon van, valamint ha szükséges, ne féljünk személyi edző segítségét kérni az edzésterv összeállításához. Először mindenképpen saját testsúlyos gyakorlatokat kell végezni, aztán később súlyzóval, ha már tudják a gyakorlatokat szabályosan végrehajtani. Az egyik visszatérő vendég, Bálint Milán, ezt már pontosan tudja, kicsikorától kezdve foglalkozik testépítéssel, heti 4-5 alkalommal jár edzésekre, mindig újabb és újabb célokat tűzve ki maga elé. Felkészülök egy maxolásra, ki fogjuk maxolni a három gyakorlatot, a guggolást, fekvőnyomást és a felhúzást, és most ez miatt 4-szer járok, hogy többet tudjak pihenni. És amikor 5-szer járok, akkor ugye akkor több ilyen testépítő gyakorlatot csinálok, hogy tudjam tudjak izomtömeget növelni. Az energiaárak növekedése a konditermeket sem került el, így kénytelenek voltak itt is emelni a bérletek árát. Átlagosan 20%-kal kell többet fizetni az edzésekért.